ez is kell ide. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy LMBTQ pluszos könyvajánló lesz, mert június van, és ugye június a Pride hónap, és őszintén szóval kb. Minden évben készültem már fejben, hogy akarok csinálni egy LMBTQ könyvajánlót, de sose jutottam el odáig, hogy ténylegesen megcsináljam, és egyébként abból azokból kifolyólag, hogy úgy szerettem volna mindig is LMBTQ könyvajánlót csinálni, hogy lehetőleg egynél több betűről legyen benne szó, és hát egy bizonyos ideig igazából leginkább olyan könyvekbe botlottam bele ilyen szempontból, amik meleg párkapcsolatokat mutattak be, és igazából azért vártam, hogy hát tudok majd mondani más szexualitású párkapcsolatokat bemutató könyveket is, úgyhogy úgy érzem, most végre elérkezett az idő, tavaly szerintem meg úgy már idén is sikerült olyan könyveket olvasnom, amikben másfajta párkapcsolatok is be vannak mutatva, úgyhogy itt az idő, most végre megcsinálom az LMBTQ könyvajánlómat, úgyhogy itt nagyon sok könyvről lesz szó. Nem mondom azt, hogy tehát nem feltétlenül arról fognak szólni a könyvek, hogy a szereplők mondjuk rájönnek, hogy a közösség tagjai, és akkor ezzel hogy birkoznak meg, ha nem lehet, hogy csak úgy egyébként a szereplő LMBTQ tag, de más a sztori, és egyébként. Ez is kell ide. Jó, szóval ez egy nagyon hosszú lista, nem is tudom, hogy bele fogok-e férni annyi időbe, amennyi jelenleg a kamerámon van. Úgyhogy csapjunk is bele! Megpróbáltam úgy összeszedni, hogy nagyjából így betűnként haladjunk, de nem betűnként fogunk a végére haladni, mert túl egyszerű lenne. Szóval, de egyébként pont azért, mert Alice Osman-nel akarok kezdeni. És Alice Osman azért egy elég széles skálán ír ilyen szempontból, mert hogy neki vannak ugye a Heartstopper képregényei, ami alapvetően, hát nem is alapvetően meleg kapcsolatot mutat be, mert ugye, hogy az egyik szereplő meleg benne, a másik az biszexuálisnak mondja magát, és ezen kívül még az LMBTQ mindenféle is, ugye van benne transznemű karakter, van benne leszbikus karakter, van benne, most nem tudom, hogy ebben van, de miszexuális karakter. Szóval nagyon sokféle közösségtagot bemutat ez a könyv, nagyon jól teszi, nagyon szeretjük a Heartstoppert, a sorozatot is belőle, úgyhogy szerintem ezt nem kell egyébként már bemutatni, itthon is idei tavalyi évben elég nagyot tarolt ez a könyv, úgyhogy nyilván ez egy alap ajánlás egy ilyen könyvajánlóban. Viszont Alice Osmannek vannak más könyve is, amik még nem jelentek meg magyarul, és ezek regények, mert ugye ez egy képregény. A Loveless, ami aszexuális karakterről szól, és nekem az az a kedvenc Alice Osman regényeim egyébként, a második kedvenc Alice Osman regényem a Radio Silence, amiben pedig demiszexuális karakter van, és egyébként a Loveless az aszexuális aromantikus kapcsolat. Mármint egy szereplő. Oké, illetve az I Was Born For This című könyvében pedig transz nemű szereplő is van, és most nem is emlékszem, hogy a másik szereplő az... azt hiszem, ő nem volt felcímkézve külön. Mármint, hogy ugye címkéz... Nem adott magának talán külön címkét, de az egyik szereplője transz nemű szereplő volt, és szorongós is volt egyébként, úgyhogy... mert mental health awareness. Térjünk át egy kicsit Becky Chambersre! De most a hosszú út egy kicsi és dühös bolygóhoz, ez egy kicsit ilyen nem annyira LMBTQ kötet talán. Minden esetre van benne egy kapcsolat, amit legjobban leszbikus kapcsolatnak tudnék definiálni, viszont nem tudom, hogy definiálható annak, mert hogy egy emberi nő és egy nőnemű, már nem emlékszem a faj meghatározásra, de hogy egy nőnemű ilyen egy űrbeli másik lény között létesülő kapcsolat. Nem nagyon kapunk róla részleteket, de hogy így van benne, úgyhogy ez egy. Ebben van ilyen. Különböző dolgok vannak azért ebben. Illetve Becky Chambers-től én idén olvastam a Monk and Robot duológiát, két kötetes, és ebből az első rész a Psalm for the Wild Build, amit azért tudok ide mondani, mert hogy a főszereplője nem erről szól a kötet, de egyébként a főszereplője egy nem bináris karakter. Ami azért
Nekem ez azért érdekes, mert ugye angolul hallgatni azt a hangos könyvet, ugye másmilyen, mert hogy nem egyeszem harmadik személyben nem a she-t vagy a he-t használják, hanem a they-t, és ezt egy kicsit meg kellett szoknom, hogy ilyen furcsa volt az eleinte hallani, mert nem nagyon olvastam még ilyen könyveket. Viszont csak így néha belegondolok, hogy ha azt a könyvet valaha lefordítanák magyarra, igazából senki nem mondaná meg, hogy nem bináris a főszereplő, mert hogy magyarul az is ő. Meg a she is ő, meg a he is ő, szóval így senki nem jönne erre rá. Mindegy, ilyen érdekes megfigyeléseim voltak ez alatt a könyv alatt. És azt nagyon szerettem, nagyon ilyen kis kózi. Egy teaszerzetes van benne, meg egy robot, és az ő barátságuk is nagyon aranyos. Ez ilyen szerzős rész volt, és akkor innentől megpróbáltam jobban kategorizálni. Szóval, akkor olyan könyvek, amikben leszbikus karakterek vannak. Girls of Paper and Fire, ez trigger warning, ebben van szexuális erőszak, elég durva dolgok történnek, de egyébként LMBTQ könyv, és igen, leszbikus szereplők vannak benne. És egyébként én nagyon szerettem benne a romantikus szállat, szerintem itt tök jó volt kibontakoztatva. A nemi erőszak részét annyira nem szerettem nyilván ennek a könyvnek. Ennek most ilyen reneszánszát éli ez a könyv, mert mostanában már vagy a harmadik videó, amiben beszélek erről a könyvről egy hónapon belül. Csak azért érdekes, mert egy ideje már nem beszéltem erről a könyvről. Legendás látték. Nem tudom, mennyire szerepelnek ezeken a könyveken címkék. Nem címkék alapján néztem, hanem inkább néztem végig a könyveimet, és akkor az alapján. A legendás látték egy nagy kedvencem volt tavaly, nagyon sokat beszéltem erről is már, és hát a főszereplő Viv és a névmemóriám, Jesus, Tandri, szóval ami a leszbikus kapcsolat lesz úgymond benne, az Viv és Tandri között alakul ki, és az is nagyon aranyos, és nagyon-nagyon szerettem. És nagyon jó az a könyv, kis kózi, kell az ember lelkének, kávézót nyitnak benne péksüteményekkel, és gyűszi, úr is, annyira szerettem ezt a könyvet. Várom a hát második része, de előzmény sztoria lesz. Oké, illetve még itt van a Gideon a 9., amiben igazából olyan nagyon romantikus szálak nincsenek, de Gideon egyébként leszbikus karakter. És még mindig nem olvastam a második részét. Ezen kívül néhány képregény, amiben megjelennek leszbikus karakterek. Ide fogom mondani a cserkesztereket, de a cserkesztereknek így igazság szerint csak bizonyos részeiben van konkrétabban jelen. Ha valaki odafigyel, akkor így az előjeleket észreveheti már ebben a kötetben is, de hogy így konkrétabban későbbiekben van róla szó, ami magyarul még nem jelent meg. Aztán ezen kívül olvastam a Joyride-ot, amit Esztitől kaptam kölcsön, ez 3 darab képregényi és Space Lesbians, kell többet mondanom. Aztán ott van a Giant Days, az egyetemre mentem, és azt hiszem ott már az első kötetben is érintve volt a téma, hogy az egyik szereplő az leszbikus, vagy hát nem feltétlenül leszbikus, csak ugye érdeklődik a lányok iránt is. Illetve ami még ide tudok mondani, az a Wave című képregény, ami már egy leszbikus párról szól, akik ugye közös gyereket szeretnének, és az egyikőjük elvetél. És maga a könyv egyébként a gyászfeldolgozásról szól, vagy hát a képregény, hogy ezt a vetélést hogyan dolgozza föl, és hogyan dolgozza fel a kapcsolatuk is, meg az, aki vetélt, az is. És az nagyon szép ebben a könyvben, hogy vizuálisan nagyon gyönyörűen van érzékeltetve benne a gyászfeldolgozás, de az egy 10/10-es az a része főleg. De az egész képregény, én zokogtam rajta. Amiben még így többféle reprezentáció is van, az az Evelyn Hugo könyv, ami hogy van? Evelyn hétférje volt eddig a címe, de most kijön újra a könyv, majd képzelni Evelyn Hugo hétférje címen, és ugye abban van biszexuális, van leszbikus, van meleg szereplő, és ezek úgy főbb szereplők is egyébként. De szerintem az Evelyn Hugo csak kell annyira bemutatni. Főleg, hogy most már azért eléggé megy Taylor Jenkins Reid itthon. Elnézést. Van egy bazi nagy kupac az ölembe, és most már nem férek el. Nem ez volt a legjobb ötletem. Ami még kicsit ilyen vegyes felvágott olyan szempontból, hogy azért többféle reprezentáció van benne, így főként Meseország mindenki, mint tudjuk szerintem a botrányt, ami ezt a könyvet övezte. Ugye ebbe is többféle mese újramondás van, úgyhogy az LMBTQ témakörbe is beletartozzon. Illetve nemrég olvastam a The Dragon of Innis című, hát ilyen kis
meseregényszerűséget, és abban is volt a szexuális karakter, a főszereplő például, az volt, volt benne a transznemű karakter is. Ez volt a két legfőbb benne, de egyébként ott is többféle dolgot érintettek, és ahogyan a Meseország mindenki, az is egy ilyen érzékenyítő mesekönyv. Ifjúsági könyv, mesekönyv, gyerekkönyv. És sárkányos. Bónuszpontok a sárkányért. És akkor elérkeztünk az úgymond meleg szekcióba, mert hogy mármint, hogy ugye a fiú-fiú párosításba. Abban van a legtöbb könyvem, pontosan ezért örültem, hogy végre volt másfajta reprezentációt bemutató könyveim is, hogy azokról is tudtam kicsit. Erre vártam, mert hogy egyébként tehát meleg kapcsolatot bemutató könyveim lettek volna már régebben is, de tényleg idén meg tavaly olvastam jobban úgy, hogy végre egy szélesebb palettát tudok mondani. Egyik legfrissebb olvasásom a The Sun and the Stars, Star, Rick Riordantól és Mark Oshirótól, a kedvenc shipemről szól, ami nem egy hetero ship. De nem spoilerezek Apollón próbáit most. A lényeg, most volt róla olvasó vlog, annak az elén elmondom, hogy mit kell tudni hozzá. Mondom, hogy ebből van a legtöbb. Achilleus dala szerintem szintén nem kell bemutatni, ez is egy nagyon nagyot ment külföldön, itthon, TikTokon, mindenhol. Aztán ez nemrég volt BookTube könyvklub közös könyv, az Arisztotel és Dante világmindegység titkainak nyomában a magyar címe, azt hiszem. Ezt a könyvet is nagyon szerettem, itt azt hiszem az a felállás, már régen olvastam, hogy az egyik szereplő tudja magáról, hogy nem heteroszexuális, a másik pedig így szép lassan felfedezi, hogy nem heteroszexuális. Elég melankolikus könyv egyébként. De erről is mostanában valamikor beszéltem. A másik ilyen alapmű, vagy nem tudom, az első ilyen nagyon nagyot menő ilyen típusú könyv, remélem ezt így mondhatom, legalábbis szerintem ez így eléggé egy nagy szám volt egy időben, a Simon és a Homo Sapiens Lobby, és most már megint olvashatom magyarul, úgyhogy jéj! Mert évekig most az volt a probléma, hogy nem volt újra nyomva, és most átkerült másik kiadóhoz, és most újra ki lett adva, úgyhogy örülünk neki, lehet Simont olvasni. Nagyon szeretem a könyvet is, nagyon szeretem a filmet is. Hát, másik nagy kedvencem Rainbow Rowell-től a Carrion, most már ugye ennek két része megjelent magyarul. Erről is már annyit beszéltem a csatornán, hogy nem kell szerintem bemutatnom a Carrion-t. Nemrég még az egész sorozatról is csináltam egy sorozatajánlót, hogyha valakit érdekel. Itt van Szaszkó Gabriellától a Végtelen, amiben ugye ez ilyen előző életekbe visszatekintés lehet nyerni, és ott a főszereplőnk egyik előző életbeli. Az egyik előző életében volt meleg, és ezért a könyv félig LMBTQ, félig meg más. Igen. És bár én bizonyos okokból nem szerettem annyira ezt a könyvet, az a része szerintem nagyon-nagyon jól meg volt írva. Mármint a többi része is egy darab sztoriszál volt, ami nekem személy szerint triggerelő volt, és csak amiatt mondom azt, hogy annyira nem tetszett. A többi része teljesen rendben volt. Ki vagyok száradva már, de még letolom ezt a videót. És az utolsó kettő, ami kifejezetten még a meleg kategóriájában van úgymond ennek a videónak, az TJ Klune, és tőle a Ház az égszínkék tengernél, illetve a Suttogó ajtón túl. A Ház az égszínkék, hát szóval a Házat jobban szerettem, mint a Suttogót, de egyébként mindkettő jó volt, de a Ház az számomra szuperior, viszont nagyon kíváncsi leszek majd az új könyvére, ami azt hiszem ide jön magyarul is, a Lives of Puppets, úgyhogy azt nagyon várom. És van két extra könyvem, nem tudom, vagy 20 könyvet már mondtam, de nem baj, ez ilyen Ultimate LMBTQ ajánló edition. Igazából csak azért ilyen extra, mert hogy ebben nem főszereplők azok, igazából meg nem arról van külön benne szó. Az egyik az a Nimona, ami mondjuk szerintem Nimona nem hetero benne, vagy csak... Na mindegy, itt ezen a... Úristen! Meg úgy elzettek, hanem hogy nyújt itt akkorát koccan. Jézusom! Ez most nagyon rossz volt. Úristen! Hát tessék! Szóval... Elnézést! Szellem jár, nem szellem járta a szobám, csak a gravitáció. Oké, lesik szem, hogy ez pont kamerára fölvettem. A Nimonában, a Nimonán az LMBTQ mellékszereplő címke van rajta alapvetően Moyon, ugyanis ők ketten
itt a hivatalos LMBTQ tagok, ugye a főgonoszuk, meg a főhősünk. Animuna egy nagyon-nagyon jó képregény, ezt is olvassátok. És úristen, most már kim van belőle a trailer, ugye Netflixre jön a Animuna, úgyhogy extra hype van, nagyon jó kis képregény. Nagyon szeretem, csak azért mondom, hogy tehát alapvetően nem erről szól, meg így nem nagyon van erről szó benne, szóval attól, hogy be van csukva az ajtón, még hallom, hogy tányérokat pakoltok. Tehát ez azért mondom, hogy ilyen extra, hogy van benne LMBTQ karakter, de nem kifejezetten erről szól. És Nimona nagyon menő, mert hogy alakváltó. Illetve Rainbow Rowell-től még a Pumpkinhead-et azért akarom megemlíteni, mert ebben pedig, hát nem volt konkrétan kimondva, de hogy a Deja, nem tudom, hogy kell ezt a nevet kimondani. Igazából nem erről szól ez se, meg nincs így igazából a történetben lényege a dolognak, csak így van arról szó, hogy így mennek végig ebben ezen a tök farmon, és akkor, hogy vagy ponton így van róla benne szó, hogy kikkel, hát kapcsolatban randin valamilyen módon involved Deja, és akkor ott volt fiú is, lány is, szóval én így most azt mondom, hogy ő biszexuális karakter, de lehet, hogy valamelyik másik, mert ugye több olyan szexualitás is van, ami mindkét nemet magába foglalja, úgyhogy ezek ilyen extra képregény ajánlások, hogyha valaki esetleg olyat keresne, amire van, amiben így van olyan karakter, de hogy nem, nagyon nem ez, erről nem nagyon van szó egyébként a könyvben. Na. Hú, és nem emelem fel akkora kupasz, mint a székem. Na, hát sikerült ezen végérni. Valószínűleg tartom, hogy tudnék még mondani könyveket egyébként, sőt, ezek ugye csak azok, amiket mutatni tud. Nem csak azok, mondtam mást is, hülyeség. Na mindegy, úgyhogy ez lenne akkor az én LMBTQ könyvajánlom, és nagyon örülök, hogy végre meg tudtam csinálni, végre június volt, és végre nem csak meleg könyveket tudtam ajánlani, vagy meleg szereplős könyveket tudtam ajánlani, hanem egy kicsit szélesebb skálán. Majd valamikor, nem ígérem, hogy jövőre lesz második felvonás, de majd, hogyha megint lesz azért egy nagyobb mennyiségű, így mondjuk különböző szexualitással foglalkozó könyvek, amiket olvastam, akkor majd lesz ennek egy második része is. Tudom, mit nem mondtam még egyébként, a Red, White and Royal Blue, az is egy jó könyv egyébként, abból is most jön majd film. Azért nem, tehát sokat olvastam, csak hát sokat olvastam már azért. Meg igyekszem minél többet. Na, szóval most már tényleg ennyi volt ez a videó. Boldog Pride hónapot egyébként. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.